Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Felújítják a templomot Tamásiban, a munkálatok legnagyobb részét az állam fizeti. Felkészültek a tömegekre, már a héten is sokan keresték fel Tolna megye temetőit. Minden szentek és halottak napja, sokan nem is tudják, hogy különbség van a két ünnep között. Óvatos közlekedésre és körültekintésre int a rendőrség halottak napján. Vigyázzunk magunkra és értékeinkre. Teljesen felújítják Tamásiban a Nagy Boldogasszony templomot. A munkálatok legnagyobb részét a központi költségvetésből finanszírozzák, de egy magánszemély adománya is hozzájárul a kivitelezéshez. A tamási Nagy Boldogasszony katolikus templomban már csak a padsorok vannak a helyükön, amelyek majd a műemlékvédelem szakembereinek jelenlétében bonthatóak el a felújítás idejére. Az 1700-as évek közepén létrejött barokk épület hamarosan kormányzati támogatásból újulhat meg. Gyakorlatilag tetőtől talpig mindenhol lesz valami munka végezve. Torony, sisak felújítása, javítás az igazából akkor derül ki, amikor fel tudnak menni majd oda a mesterek, és meg tudják bontani a burkolatot, hogy pontosan milyen munkára van szükség. A rekonstrukció során megújul a műemléknek számító templom villamos energiahálózata és padlózata is. Újra festik az épület belső falazatát, restaurálják a főoltárt és az oltárképeket, valamint a barokk orgonát is. Utóbbi költségét egy magánszemély adományából finanszírozzák, a miserend is változik majd. Az én nagy reményem, hogy jövő év Mikulásra már biztosan bent leszünk a templomban, és addig szertartásainkat az evangélikus templomban fogjuk tartani Kossuth téren. A szombati és hétfői szentmise ideje változatlanul 18 óra, míg vasárnaponként ezután 8 órakor tartják a római katolikus szentmisét Tamásiban. Újabb élelmiszeripari ársapkákat vezet be a kormány, erről a miniszterelnök beszélt pénteken szokásos reggeli rádióinterjújában. Orbán Viktor azt mondta, a következő hetekben döntenek majd arról, pontosan minek és milyen áron maximalizálják a kiskereskedelmi árát. A kormány korábban 6 alapvető élelmiszer kapcsán vezetett be hasonló intézkedést. Tolna megyében a következő napokban befejeződik az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz, így a jövő héten már a megye egész területén rendelkezésre áll a vakcina. A kormány az idei évben a kockázati csoportba tartozók védőoltásához biztosítja térítésmentesen a vakcinát a megfelelő mennyiségben. A fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak a 60 éven felüliek egészségi állapotuktól függetlenül, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők. Ugyancsak javasolt a védőoltás az egészségügyi és a szociális intézményekben dolgozóknak és a tartós ápolást gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak. Már a héten is sokan keresték fel elhunyt szeretteik sírjait Tolna megye temetőiben, az üzemeltetők pedig felkészültek a hétvégi és a következő napokban várható dömpingre. Már pénteken kimentek a temetőbe Biller Sándor Lászlónéjék, hogy rendbe tegyék a hozzátartozóik nyughelyeit. Letisztázzuk a sírokat, és akkor, hogy amikor jövünk, ne akkor kelljen takarítani, akkor tényleg az ember azért jön ide, hogy kicsit emlékezzen és ne takarítson. A létesítmények üzemeltetői már hetekkel ezelőtt elkezdtek készülni a tömegek fogadására. Mostanra mindenhol összesöpörték a leveleket és lemetszették az utak fölé lógó ágakat. De hétfőn és kedden is sok dolguk lesz még a szakembereknek. Például folyamatosan ürítik a kegyhelyek szeméttárolóit és hosszított nyitvatartással készülnek. Hasonlóan járnak el a legtöbb tornamegyei településen. Sok helyen minden szentek és halottak napja éjszakáján sem zárják be a temetőket.
Tamásiban az önkormányzat kezeli a sírkertet. A város temetőjét este 9 óráig kereshetik fel a hozzátartozók. Folyamatosan várjuk a látogatók, családtagok, rokonok érkezését. Folyamatosan gondoskodunk a szeméttárolók ürítéséről, gerebjézzük a faleveleket. A következő napokban több százezeren keresik majd fel Tolna megye temetőit, hogy mécseseket, gyertyákat, virágokat és koszorúkat helyezzenek a sírokra. Többet kell fizetni januártól kommunális adóra, mint eddig Bonyhádon. A városban a magánszemélyek kommunális adójának mértékében 2011 óta nem volt változás. 2023-tól így az eddigi 10.000 forintos éves tétel 15.000 forintra emelkedik, még az eddig hatályban lévő 8.000 forintos díjtétel 12.000 forintra nő, mindkét esetben 2023. január 1-től. Előbbi a lakásokra, lakásbérletekre, utóbbi a gazdasági épületekre, pincékre, présházakra, telkekre vonatkozik. Továbbra is megőrzi a nyugdíjak értékét a kormány, szögezte le az idősek tanácsa ülésén a pénzügyminiszter. Továbbra is ragaszkodnak a nyugdíjak értékének megőrzéséhez, ezért idén 3 lépcsőben 14%-kal emelték a nyugdíjakat, mondta Varga Mihály. A kormány döntése úgy szól, az év végén kerítenek sort a jövő évi költségvetés áttervezésére. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg decemberben tudnak pontosabb számot mondani annak tekintetében is, hogy 2023-ban milyen nyugdíjemeléssel lehet számolni. Az emelést azt mindenképp tudom mondani, hiszen az infláció várható mértéke a mostani jegybanki prognózis szerint is valahol 11-14% közötti éves átlagos szinten lesz. A jegybank decemberi prognózisát meg fogjuk várni, fogalmazott a pénzügyminiszter. Koszorúk, mécsesek, krizantémok jelzik a virágboltok kínálatában hetek óta, hogy közeledik a halottak napja és minden szentek. Utóbbi a kereszténység fontos ünnepe, bár van hasonlóság, sokan nem is tudják, hogy különbség van a két ünnep között. Közeledik minden szentek és halottak napja. Előbbi jeles esemény római katolikus főünnep, az üdvözült lelkek és a megdicsőült egyház napja, amelyet az egész keresztény világban celebrálnak. A hívek megkülönböztetik a zarándok egyházat, a még élőket, a szenvedő egyházat, a már meghalt tisztító tűzben égőket, és a megdicsőült egyházat, az üdvözülteket. A minden szentek ez utóbbi napja, ilyenkor szokás elhunyt hozzátartozóink sírját rendbe tenni. Az ünnep maga az a boldogságról szól. Arról szól, hogy azokat ünnepeljük, akik már a mennyországban vannak. A hitnek ez egy óriási ajándéka, hogy vigaszt ad nekünk, reményt ad nekünk, és a mennyországban mi hiszünk, keresztények, katolikus keresztények, de minden keresztény vallásban hiszünk a mennyországban, hogy ott még tovább él a lelkünk. A testünk az enyészeté lesz, de a lelkünk tovább él. Halottak napja a szenvedő egyház ünnepe, a minden szenteket követő nap, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztító tűzben szenvedő hívek lelkéért tartják. Ebből az alkalomból az emberek meglátogatják elhunyt rokonaik, szeretteik sírjait, virágokkal, gyertyákkal, mécsesekkel díszítik azokat. A halottak napján őértük imádkozunk elsősorban, akik elhunytak, de nem tudjuk, hogy hova kerültek, és bízunk abban, hogy a tisztító tűzbe, és az imádságunknak, ez nagyon fontos nekünk, hogy ereje van, hogy mi hiszünk abban, hogy aki a tisztító tűzben van, azt mi segítjük az úgynevezett előbb való mennyországba kerülésért. Az ünnepkörhöz népi szokások is tartoznak, melyek egyes falvakban még ma is fennmaradtak. Bizonyos cselekvéseket tiltanak ilyenkor, mert úgy tartják, hogy a halottak nyugalma miatt mellőzni kell minden munkát a földeken, és nem lehet takarítani, meszelni, de élelmiszert tartósítani sem. Közeleg minden szentek és halottak napja. A katasztrófavédelem tapasztalatai szerint ebben az időszakban a temetői tüzek száma is emelkedik, de a lakásokban meggyújtott mécsesek, gyertyák is veszélyt jelenthetnek. Fontos betartani pár alapvető szabályt.
A halottak napja közelettével egyre többen látogatnak el a sírkertekbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Országos szinten tavaly ilyenkor 10 temetőben keletkezett tűz, amelyet a tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Itt, amit mi is meg tudunk tenni annak érdekében, hogy ezeket a tüzeket elkerüljük, az, hogy a sírhelyet első körben megtisztítjuk, tehát itt a száraz növényektől, valamint a koszorútól is, a meggyújtott mécseket majd kihelyezett tartóba helyezzük, és ezeket megfelelő távolságba rakjuk ki a sírhelyre, nyilván ne legyen a közelben éghető anyag, tehát akár egy koszorú, vagy egy másik száraz virág. A másik veszélyforrás, ami minden évben előfordul, hogy egy Mindenszentek vagy Halottak napja alkalmában meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég egy lakás. Tehát itt az otthonunkban szeretteinkre emlékezve, gyertyát vagy mécses gyújtva, ezeket megint csak úgy helyezzük el lehetőség szerint, hogy egy fémtárcát tegyünk éppen a mécses alá. Az asztalterítő függönyöktől ezektől kellő távolságra helyezzük el, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül ezeket a tüzeket. Ha ugye kimegyünk a lakásból, akkor ezeket feltétlenül oltsuk el. Valamint ha a kertünket szeretnénk díszíteni a már nálunk is egyre jobban elterjedt halloweeni tök lámpással, győződjünk meg róla, hogy a lámpás közelében ne legyen semmilyen éghető tárgy, vagy a gyertya és mécses helyett használhatunk ledes izzót is. Ittasan borult fel egy nő az autójával Szekszárdon. A Munkácsi utcában egy kanyarban vesztette el uralmát a járműve felett, ekkor történt a baleset. A kocsi sofőrje az alkoholszondába igen magas értéket fújt. A nőt könnyebb sérülései miatt kórházba szállították. Vele szemben a szekszárdi rendőrkapitányságon a baleset okozásán felül ittas járművezetés vétség elkövetése miatt büntető eljárást is indítanak. A közelgő Mindenszentek és Halottak napja alkalmából egyre többen látogatják meg a temetőket, hogy ott emlékezzenek elhunyt szeretteikre. Azonban nem mindenki ebből a célból érkezik a temetőbe. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor gyakrabban fordulnak elő gépkocsi feltörések, illetve többször történik, hogy a sírokról ellopják az őrizetlenül hagyott táskákat. Az ünnepi hosszú hétvégén gyakorlatilag az egész ország útra kell. Vannak, akik a közeli temetőbe gyalogolnak ki, legtöbben viszont autóba ülnek és az ország távolabbi részébe is elutaznak, hogy lerólják kegyeletüket. Fontos tudni, hogy emiatt ez az időszak az átlagosnál nagyobb veszélyt jelent a közlekedők számára. A temetők környékén nagyon fontos, hogy az autóinkkal figyeljünk az ott közlekedő gyalogosokra, amikor esetlegesen a parkolóból való kiállás során tolatási manővert akarunk végrehajtani, mindig győződjünk meg arról, hogy mögöttünk gyalogos nem érkezik-e, esetleg vagy kerékpárral valaki nem halad el a hátunk mögött. Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, és az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők könnyebben elveszíthetik a türelmüket. A meggondolatlan és felelőtlen kockázatvállalást mindenképp kerülni kell. Ahogy az utakon való közlekedésben, úgy a temetők látogatásakor is érdemes pár hasznos tanácsot megfogadnunk. Nagyon fontos, amikor a sírkertekben sírjainkat gondozzuk, illetve megemlékezünk szeretteinkre, soha ne hagyjuk őrizetlenül táskáinkat a sírok mellett, vagy a sírokra helyezve. Emellett nagyon fontos, hogy az autókba, amikor leparkolunk velük, soha ne hagyjunk látható helyen értékeket, hiszen a bűnelkövetők akár egy darab kővel is kitörhetik az autónk üvegét, és kipakolhatják belőle az értékeket. Emellett az is nagyon fontos, hogy idős rokonainkat, hozzátartozóinkat kísérjük el a temetőbe, hiszen jobban tudunk vigyázni rájuk, ha mellettük vagyunk. Otthonainkat elhagyva pedig körültekintően zárjunk be minden ajtót és ablakot, kertes házak esetén a kaput is. Regionális híreink következnek. Gyorsabban érhetnek ki a lánglovagok, új tűzoltó laktanya épült Pécs déli részén. Nemzetiségi pályázatok, jövőre is támogatja az állam a helyi közösségeket. Hajléktalanokat bántalmaztak és fosztottak ki, évekre rács mögé kerülhet a két férfi. Átadták a pécsi tűzoltók új 1600 négyzetméteres laktanyáját Kertvárosban. Innen a város déli és nyugati részeit, illetve a közeli kis településeket érhetik el gyorsabban a lánglovagok. A teljes beruházásnak azonban ez csak az egyik része. A fejlesztés érinti a keleti város részt is. Itt a régi tűzoltó laktanya mellett húznak fel egy újat. Fogadás balról! Tiszte! Leg! Szalutálnak a pécsi tűzoltók Pécsen, így fogadták parancsnokaikat, akik előtt átadták az új laktanyájukat a kertvárosi részen csütörtökön. A laktanya épület, ez egy kétemeletes épület, lent négy szerállásos
varázs található, itt a különleges szerek is megtalálhatók, tehát a tűzoltó fecskendő mellett magas pomentő, illetve vízszállító is helyet kapott. Emellett pedig a második emeleten a Pécsi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség fogja ellátni a működését, akikhez egyébként 4 járás 102 települése tartozik. 10 éves előkészítő munka eredménye a most átadott laktanya, mondta a megyei önkormányzat elnöke az ünnepségen. Amely a kormányzat támogatásával közel 1,3 milliárd forintos forrásból valósulhatott meg. A most átadott új tűzoltó laktanya a pécsieknek nagyobb biztonságot jelent, hiszen ha Kertvárosban, a belvárosban, Mecsekoldalban, a nyugati városrészben baj van, tűzüt ki, akkor sokkal hamarabb érkezhet meg a segítség. De segítséget és nagyobb biztonságot jelent a Pécs környékén élő településeknek is az most átadott új tűzoltó laktanya. Az épületből gyorsabban megközelíthető Pécs déli része, illetve az itt lévő kis települések, de a nyugati város részbe is hamarabb érkezhet a segítség, így tudják tartani a 4 órás vonulási időt. Még egy tűzoltó laktanyája lesz a Baranyai megye székhelynek. Ez a keleti város részben a régi laktanya mellett épül a tervek szerint. A két épület megvalósítására a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében a magyar állam és az Európai Unió nettó 4,2 milliárd forint támogatását fordíthatják a tűzoltók. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT pályázatot hirdetett a 12 magyarországi nemzetiség táborainak, kulturális programjainak és a nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatására. Bolyban a helyi német önkormányzat óvodát és iskolát tart fenn, kulturális programokat bonyolít le, valamint hagyományőrző táborokat szervez a gyerekeknek. A bói német önkormányzat 2015. szeptemberében vette át a helyi általános iskola és alapfokú művészeti iskola, valamint az óvoda és bölcsőde fenntartását. Céljuk a nemzetiségi törvény szerinti elvárásoknak megfelelő működtetés, a magas szintű modern nyelvoktatás és a hagyományok ápolása. Sikeres pályázatoknak köszönhetően több fejlesztés is megvalósult az intézményekben az elmúlt időszakban, melyeket a most megnyílt pályázati lehetőségek segítségével kívánnak folytatni. Az iskola ünnepli a következő fél évben, vagyis hát ebben a tanévben a kétnyelvű német nemzetiségi nyelvoktatás 40 éves évfordulóját, erre is programsorozat készül, könyv készül, ami összefoglalja ezt a 40 évet, és hát ezt is csak pályázatokból tudjuk támogatni. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT pályázatot hirdetett a 12 magyarországi nemzetiség táborainak, kulturális programjainak és a nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatására. Erről Soltész Miklós államtitkár beszélt a közelmúltban az egyik Tolna megyei német nemzetiségi óvodában. Óriási népszerűséget népszerűséggel bírtak az elmúlt évek során, de mindenképp fontos hozzátenni, hogy két dolog befolyásolhatja. Egyrészt a világgazdasági helyzet, másrészt a háborús veszély, tehát hogyha valami nagyon nagy baj van a világban, akkor nyilván ezek a pályázatok későbbre tolódnak, már mint a kifizetésük, de az biztos, hogy egyelőre számolunk ezzel. Szeretnénk készíteni egyes civil szervezeteket, kulturális szervezeteket, és nagyon bízunk benne, hogy a józan ész a világban fölül fog kerekedni. A bói két tannyelvű iskola idén először rendezett Oktoberfestet az intézmény udvarán. A 6. és a 8. osztályos tanulók német táncokat adtak elő. Volt sváb sós és édes sütemények vására, valamint közösen énekelt németül az iskola közössége. Akár évekre is börtönbe kerülhet az a két férfi, akik ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A vádlottak ugyanis hajléktalanokat raboltak ki, sőt bántalmazták is őket. A gyanúsítottakat hamar elkapták a rendőrök, most letartóztatásban várják a bírósági tárgyalást.
A pécsi járási ügyészség 3 rendbeli rablás és több más bűncselekmény miatt nyújtott be vádiratot 2 férfi ellen, akik hajléktalanokat bántalmaztak és elvették értékeiket. A vádlottak július 8-án éjszaka Pécsett az egyik parkban keresték ismerősüket. A 2 férfi látta, hogy a parkban a padokon hajléktalan személyek alszanak, és elhatározták, hogy amit tudnak, elvesznek tőlük. Az egyik sértetről a pulóverét vették le, egy másikról a cipőjét, és őt felszólították, hogy a pólóját is adja át. Az egyik alvó személy feje alól kivették a táskáját, amit aztán utóbb eldobtak. A negyedik sértettet 2 pofonnal ébresztették fel, és felszólították, hogy adja át az értékeit. A sértett ennek a felszólításnak nem engedelmeskedett, ekkor megfenyegették azzal, hogy megölik. Ettől a sértettől elvették mobiltelefonját, iratait, bankkártyáját és készpénzt is. A 2 vádlott férfi ezután a belváros felé indult, de rendőrök hamarosan megállították őket, mindkettejüket őrizetbe vették. Az ügyészség a 2 férfit társtettesként vádolja több rendbeli rablás büntettével, kifosztás büntettével, okirattal és készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés végtségével. A legsúlyosabb bűncselekmény büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Egyébként mindkét vádlott büntetett előéletű, a 20-as évei közepén járnak. Most letartóztatásban vannak, büntetőjogi felelősségükről a pécsi járásbíróság fog dönteni. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket röviden újra. Felújítják a templomot Tamásiban, a munkálatok legnagyobb részét az állam fizeti. Felkészültek a tömegekre, már a héten is sokan keresték fel Tolna megye temetőit. Minden szentek és halottak napja, sokan nem is tudják, hogy különbség van a 2 ünnep között. Óvatos közlekedésre és körültekintésre int a rendőrség halottak napján, vigyázzunk magunkra és értékeinkre. Szombaton is a ködös, szürke idő és a napsütés kettősége határozza meg időjárásunkat. Vasárnap és hétfőn frontfelhőzet ugyan nem várható, de napról napra egyre makacsabban, nagyobb területen megmaradó köd és ködfelhőzet okozhat egyre több felé szürke, borongós időjárást. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is töltsék kellemesen a hosszú hétvégét, és ha módjuk van rá, keressék fel elhunyt szeretteik nyughelyeit. És ne feledjék, kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!